Úgyhogy a... Még behelyezkedtem a klasszikus, a CD-t nézzük, hogy rajtad a két csapat. Piros mezben ugye a H-team, kék mezben az Iram játékosai. Úgyhogy indul a klasszikus sajt. Két heli fent az égen. Az iramos heli elég lassan, laposan ment, kis sunyiba letette tetőre a játékost. Tető sikeresen landolt, mindkét heli esett, amúgy gyakorlatilag Iram birtokolja a B-tetőt. Látom, B-tetőről indulnak a rajtól, le rajta az emberek. C-nél a tank, a H-team-es tank, az kering. Fedezi az embereket. Bár nem megy be a belső pontra, úgy látom, hogy kívül marad. Elég érdekes módját választ a legmesszebbi pontra elszökésnek. Nézd már, hogy a tank, hogy elmegy az ára. Aha, tank egy csatának mindjárt láthatunk. Na igen. Két tank egymás ellen. Hát a javítósát elhagyja, de szinte összeér a két tanknak a csöve. Az egyik tankot javítják is, szansosabb, hogy azt fogja túlélni. Bár lángol eléggé, és így is van. Hát, most tank a Deszergosz az túlélte, köszönheti a javítósának, már nem teljesen rajta múlt. Majd ha visszanézi, akkor majd meglátja ő is. Viszont szinte villog minden. A C pont, gyakorlatilag az iram kézen. B pontot húzza le az ellenfél, az A pontra elment a tank a legmesszebbi pontra. Elég viszont tán... rakétázzák is. Igen, elég, sőt, ketten is. Merész mutatvány, így a legmesszebbi pontra elment szép nyugisba. Gyalogos is csak is értett, meg van támogatva, úgyhogy kicsi az esély. Hárman is vannak, négyen, kicsit már túl nagy létszámban is vannak az áll szerintem. Kéré nem fog maradni energia amúgy, tehát... Túl a létszám ment el szerintem, de ez a magávéleményem. De megérkezett egy pad a B-re is. Igen, át is nyergel egy picit a B-re, mert... Jövök, tehát viszonylag nagy infantry harc lesz, ahogy látom. Én itt látszik kibontakozni. Infantry harc, tetőről droppoltak, kontinert tetőre. Jönnek be a húzózónába, mennek be az akába. Galagútba jönnek át a H-team-esek, bocsánat, az iramosok. Úgyhogy... Most sikerült már kicsit lebénáznom itt a galagútba. Úgy látom, az iramtól leesett egy ember. Csak heten vannak. Ennek a B-t nem sikerült behúzni, tehát elvéreztek mind a hárman a H-team részéről. Úgyhogy bár még a külső ponton, mintha lenne játékos. Tehát még indul az ellentámadás, úgy látom. Tehát nem haltak ki teljesen, de nem sikerült a B-t behúzni. Ennek a H-teamnek 1-2-3 pont is van, tehát egál van a két fél. Elment 5 perc és 50 tiketet nem pörgettek le egymásról, úgyhogy elég szoros meccs lesz amúgy ebből. A B megy az erőkör is, úgy látom én mindig. De az utolsó ember az nagyon tesz, hogy bemegyem. Igen, engedélyezett, igen. Ott bújkál. Már ki kérdez, mit mi engedélyezett? A Magyar Kupán engedélyezett a FAMAS. Csak a BC ellen nem Vormongi kérdezte, ugye? Igen, a Magyar Kupán engedélyezett. Nem ahhoz van szokva. Itt nem tiltottuk, inkább így gondolom. Hát igen. Végül is ekvivalens a kettő, úgyhogy... Megint káromkodol? Ja, bocs! Milyen idegen szavakat használsz? Persze szoktam, hogy okosnak tűnjek, tudod? Persze. Ugye approximatíve való mennyibe globálisá, hogy ne? Hát ez is milyen okos volt? Na jó. B még mindig megy a tűzre. Felzárkózik a tank, mint a tank hangot hallani. Na.
Mongi felszállt a helivel. Nézzük, hova akar menni. Úgy látom, kerülni fog ára. Most én átláthatom kamera nézete éppen a... cikli, aztán nem fogom tudni kiérteni. Srácati? Van ilyen játékos még? Srác... Srácati! 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 Tankot a tetőről, ahol kamera nézetét mutatom, hogy hadd lássuk a tankot, de nem tudom miért áll meg, hát menjél már a tankon, mozogjál már kis tovább. Igen. Mongerék droppoltak is ára a heliből. Csak megjött, megjött az iramos heli. Kéne keresni Valmongit mindjárt játékosban, hadd nézzük. Viszont húzzák is alfát. Vissza. Igen, droppoltak. Amire nagy szükségük is van, mert gyakorlatilag nincs pontjuk. Egyébként azt látom, hogy az iram eldroppolt az ára a heliből. Steelmeyer éppen szemezgeti lefelé a rejtjel a tanknak a csapdákat. Tehát ha beleszarad majd. Érdekes, mikor játszok, akkor nem tudik ilyen kicsit aimétni, de így most én is nézem néha kicsit a aimét, így mikor csak nézem. Igen, néha olyan, csak... Töltitáj, még jó dolog, nézem. Neked így ja, hát az nem számít. Csak azt nem értem, hogy most a HT-ben csak elmentek. Ja, bocsánat. De, semmi. Semmi. Na, 2-2 flagja van mindkét csapatnak. Ránézünk a... Megvan, igen, de ránézünk, hogy elég a... És a ticket különbség sem nagy. Mennyi ez? 50 ticket. Sincs, 45 inkább. Hát bármi lehet még ebből. Hát ránézünk majd, hogy állnak. Viszont ahogy elmentek a HTM-esek deltáról, már kezd is villogni, és az A is villog. Uh-huh. Hát keresztbe cserégetik a pontokat. A HTM látható a térképe, hogy támadja a B-t, a C-t. Már C-n benn van az iram tankja, és amúgy elég jól látható. Beváltottam Steelmeyerre. Én most Karcit nézem éppen, aki az állnál sunnyog. De nem nagyon van most úgymond haszna, mert ez az övék, úgyhogy fut is tovább. Illetve megy is tovább a quaddal. Éppen a Steelmeyert mutatom amúgy, de fedezi csak a pontot. Nem megy a... Viszont Mongiék már meg is jöttek ára. Gyakorlatilag azonnal. Vagy azután rögtön, ahogy elment elment Karci a quaddal. Ezt akartam mondani. Szó szerint. Tankai harcot a Steelmeyer oldalról mutatom, de milyen rásegített RPG-vel így a... gyakorlatilag a HTM-es tankot közösült erővel szétszedhették amúgy. És ugye nem nagyon pörögnek a tiketek, mert... kis túlzással szinte mindig két zászlója van mindkét csapatnak. Nagyjából, és gyakorlatilag... másfél-két perce már ilyen 5-10 tiket ment le durván csak. Így van, és egy vezet a párti. Igen. Megcsesz, hogy a... gyakorlatilag egy 30-es születés. Igen, és most nyomulnak Charlie-ra is. És igen, egy két pont van mindkét csapatnak. Igen, először a Charlie-ért megy a harc. Igen. Mindkét csapat ott van a létszámmal. És Bravo-t is húzzák most vissza a HTM-esek. Úgyhogy... hát Delta kivételével mind a három pont villog, szóval van történés. Nem lehet azt mondani, hogy a meccs unalmas.
És a Delta kivételével most az összes pont senkié. Csak így senki? Illetve Charlie-t most befoglalta a hátin. Alfát pedig a... pedig az Iram. A ticket az maradt ugyanúgy. Igen, körülbelül 4-5 gyalog vonul át Charlie-ról Bravo-ra az alagútban. Nem, én arra voltam, a ticket különbség maradt ugyanúgy, tehát hogy marad a... Igen, körülbelül fej-fej mellett. Mármint úgy értem, hogy azonos differenciával fogynak a ticketek. De hát szinte fej-fej mellett az sem volt éppen a valóságtól elrugaszkodott kifejezés, mert ez a 35-40 ticket, ez nem sokat jelent. Nézzük Kiszát, mit működik. Gabesz és Kisza fogja, Gabesz Kiszat Stillmeyer fogja a Bravót. Éppen Deszelgosszal váltottam, most kíváncsi vagyok, hogy srác hogy játszik. Most kicsit az ő kamera belső nézetét mutatom, úgyhogy... Jó, be is húzták Bravót az iramosok. Viszont az alagútban már jönnek a hátémesek. Illetve egyet láttam, a Tomeket, akit lelőtt... lelőtt Kisza. Na, úgy látom, hogy nem nagyon jönnek. Tessék! Gyakorlatilag a tank egy háború belső kamera nézetből sikerült megnézni, úgyhogy... Tényleg most nem bugos a izé? A belső nézete a tanknak? Nem. Teljesen jó. Tehát akkor jó. Jó, mert néha szokott így hogy így a lánctalpak látszanak, mint hogyha benne lenne a textúrába, azért kérdezem a tannak a textúrájába. És Monger betör Charlie-ra, illetve betörne, ha le nem lőtték volna. Viszont leszette Kisza ACVR-rel, meg még egy HTM-est. Milán közben felmegy a présgépek tetejére, és onnét próbálja húzni Charlie-t. Egész eddig delelőtt a Stillmeyer. Kicsit felmegyek, most így felülnézetből próbál mutatni a harcokat, mert így a belső kamera nézett, kicsit sok volt, nagyon gyorsan. Ja. Én szeretem az FPS nézetet egyébként, meg ugye sokan is mondják, hogy mutassunk többet, és részben ezért is van az, hogy én szinte full FPS-be követem őket. Majdnem végig. Legyen bevált a kényszerző akkor. Ismét villog mind a három pont. Desert Ghost megy éppen a tankkal. Deltáról Bravo felé. Illetve az még majd kiderül, mert lehet, hogy kerülni fog. Ja, és igen, szembe találkozott srácotival. Igen, és a Deszergoszt egy két tankban tartottam belülről. Hát az egyik lövés az mellé, mert sajnos az a más. Viszont Deszergoszt egyedül van a tankban, igen, és el is végezett még. Igen, nem volt Gunner és javító. Igen, mind a két lövése mellé ment sajnos, tehát a gyalogos a koncentrált, ami mellette ment, és mind a két lövése, mind a kétszer fölé lőtt, vagy mellé lőtt amúgy. Mellé fölé. Igen, és a gyalog is, hogyha jól láttam, molesztált a rakétával, és hát vége is lett. De már látom Valmonger, ha látom, és csak néha meg is, mi úgy megint elfogultsággal fog vádolni, Tibi. Azt mondtam, örömmel látom Valmonger, ha. Ja, nem. Ezért még érdem én még kapni fogok. Ez belefér szerintem. Nálam is most halt meg Mongi, úgyhogy... Mind a ketten ugyanazt mondtuk. Hát statisztikailag jóval úgy látom, 17-7, tehát mindenféleképpen azért. Igen. Srácati 27-5-tel van a tankban. Nem rossz, hogy úgy látom.
nem. Nagyon jó meccs, nagyon szoros, 14 tiket a különbség. És gyakorlatilag a időarányosban vagyunk, tehát ugye fél óra el... Igen, és durván a fele tiket is ment le, igen. 130, tehát hogy nagyon fejtel mellett megy a két csapat, és lehet, hogy még talán időt is kitöltik, hogy így fognak haladni. Ugye volt már kupában olyan meccsünk, amikor az idő jár. Ami semmiképpen nem baj. Nem, igaz. Mert ha lejár az idő, az szinte biztos jele annak, hogy egy jó meccs lesz, illetve volt. Elég szoros meccs, de ez egyelőre abban az irányban megy is amúgy. Steel most le is szeret két gyalogot. Most viszont van srác a Tinak Gunnere, Intimel személyében, illetve remélem, hogy javítója is egy személyben. Érdekeltem többi, nem? Én mindig LPG-t szoktam használni, de senkinek nem a LPG-t állt az a kezébe. Én jobban preferálom a smavot, illetve a smavot preferálom az RPG ellenében. Igaz, hogy kisebbet sebez, de... Hát jóval... Nem, azért, mert nem esik. Nagyon keveset esik. Hát jó, de hát ha megszokod az EV-t, tehát hogy rászámod, akkor... Hát igen, csak ugye sokkal több idő megszokni. Smavval pontosabban lehet célozni. Szerény véleményem szerint persze. Az, hogy most 4-5 ponttal kevesebbet sebez durván, az meg annyira talán nem... Annyira talán nem számít. Hát nézegettem, hogy én nem ezt szoktam használni. Ugye a többi mér ezt használja, de hát... Ja, meg én azt hiszem, hogy gyorsabb is a smav. Jó, ezek itt vannak alfánál a... Mi ez? Love, igen. Itt mondjuk nem történik semmi, úgyhogy... Viszont az alagútban... Mit mondtál? Smavozós. Hát nem tudom, mit a nevek vannak. PZ Civic. Próbálom itt megérdezni neked. Civicnek ejtsd. Civic. Ejtsem Civicnek? Civicnek, igen. Ez már mindjárt szimpatikusabb, nézzük minál 4500 fun, ez sokkal egyszerűbb, és nekem a nyelvjárásomnak megfelelő. Igen, Tibi már ki okosított minket, hogy ő Civic. Kit hogy kell ejteni, jó? Hát igen, Bravónál folyik megint a fight, nem meglepő módon. Igen, hát a... Tank próbál bebetörni, bár egy kockát azt mutatvány pontra bemenni, majd ha egy ember is van, tehát én az úgy lecén érintenek a rendje. Hát már de is segít valaki, tehát úgy látni elég rendesen. Most viszont beerősített kicsit az iram, mert 3 pontjuk van, illetve a 3-ból az egyik már villog. Illetve most már 2 villog, ahogy kimondtam. Ezek meg gyakorlatilag azok az aknák, amik milyen mágneses aknák. De igen, tehát elmegy mellette, de amúgy fel lehet tenni a falra ilyen taparókorongos. Ja, azt nem a földetetekben normál, nem csak a földetetekben, hanem bárhol felteheted. És akkor elmegy mellette, akkor rá bizonyíthatok tömök felrobban. Igen. 7 darab tiket a különbség. Igen, nézem, és 75-82, úgyhogy nagyon minimálisan vezet a HP-n csapata. Lassan ledolgozza az iram a különbséget, azt a 30-40-es tiket különbséget. Úgyhogy még ebből a végére akármi is lehet, 10 perc van a első végén. Most az iramnak áll több zászló, ahogy nézem. Ez kiegyenlítődött. Legalábbis egyelőre. Átvette az iram a vezetést. Igen. 73-75. Miért tartunk pedig egy 40 tiket előnyű volt. Lehet, mint az nem egy nagy előny, de az, ha 3 zászlón a másiknak egy pár percig, ha tudját tartani, az visszapörgetődik. Hát sürgősen még egy pontot el kéne foglalni a hátjének, különben lepörgetik őket. Hát most éppen érik 2, ugye, alfa és delta. Alfa már inkább. De az iram húzza az alfát, 2-en vannak, ott én úgy látom a térképet. Ja jó, én csak azt látom, hogy szürke. Én térképen nézem, két iramos gyerek van ott, meg egy hátímes.
Bár megy Valmong is erősíteni, úgyhogy sanszos lesz az áll meg, de ez viszont mögötti az összes többit bukját talán. Igen, Karci közben védi Alfát, de eddig védte csak, mert lelőte. Lelőte Vormonger. Menjünk akkor át. Nézzünk vissza Alfára, hogy mi van ott. Ja, igazából most már semmi. Húzza a hátim. Jó, akkor viszont vissza a centrumba. Bravónál inkább. De nem Bravót, Bravót meg igazából nem is nagyon látok hátémes gyalogot Bravón, csak... csak ira most. Viszont eltámva mind a két tank, igen. 68, 58, akkor hát, tehát így... Srácot itt szorongatják itt erősen. Csak hosszú mondom. Illetve bocsánat, ő lőtte ki a hátémes tankot, úgyhogy... Megkérdem, hogy mely csapat megy, de időként ránézek. Hát a killokba látod. Igen, csak meg kell szoknod. Bár mondjuk, hogyha neked nem ismerősek annyira a nevek, akkor abból nem feltétlenül fogod megtudni még, hogy melyik. A fele. A játékosoknak a fele úgy megy már egy kicsoda. És ott fut fel Maradónak, nem? Maradóna? Igen, igen. Ja, nem futballmeccs, jó volt. Hát... végülis 30 évvel ezelőtt akár aktuális is lehetett volna. Látod? Úgyhogy nem lőttél nagyon mellé. Nem, de nehezen ment az a játék. Nehezen bujkált fel a romok közé. Nézzük, nézzük Tamást, mit alkot. Hát, pont lelőtik. Rosszul, mert egyébként valakire beváltani FPS-e, mert ezt általában lelövik. Nem, a térképen érzem, hogy áll, tehát a B-t húz a hátén. Hát ha az meg lesz, akkor talán nem törődnek vele. Ha elbukják, akkor lepörögtek is végre a mesnek. Igen, viszont Alfát húzza az iram, és hogyha ezt megszerzik, akkor már pörögni fognak nagyon. Most még ezt simán vissza lehet ezt a különbséget hozni. Hát tudom, csak hogyha befoglalnak egy harmadik pontot és oda... Igen, igen, igen. Igen, azt mondtam. Hamar lemegy. Hát körülbelül fél perc, 40 másodperce a hátimnek nem ment még le. Most ment le egy tikete. Vagy tiketje. Vagy pontja. Tiketje? Vagy tiketje. Na most nagyon kéne a hátimnek erősíteni. Civic Disabledre lőtte a lavat. És mellé még Intimrást is. A végszóza, nem úgy hallom. Igen, igen, 10 tiket. 10 tiket. Van a hátimnek. Hát minden villog, mint a karácsony, úgy látom. Igen, az összes. Minden van ember, hát csak még nem tudom, hogy fog eldőlni. Lehet, hogy így belelik a mi múlt heti meccsünket. Amikor ugye végül az etikettes mutatványunk volt. Hát ha azt überelik, akkor tényleg minden elismerésem. Hát mondjuk a 46-ról már nem könnyű lehozni. Hát igen, az már úgy... Elég sok pont piros, tehát pirosodni fog, én úgy látom. Hát ahhoz kéne némi bravúr, nem lehetetlen, de... Nem, mert a C és meg a B is sanszos, hogy behúzódik, és gyakorlatilag a 5-tikettel a H-team válvesztése, de ők kezd el mindjárt pörgetni az ellenfelet, tehát ő meg lesz a 30. Igen, behúzzák bravúrt, és akkor... de nem húzzák be. Nem húzzák be, igen. Azon múlik. Kapszogadizó a
a lépcső mögé bújásos lövődés, azt még kockázatosan tartottam. Időnként bagos a lépcső, nem mindig megy át a lövés egyik vagy másik oldalra, tehát... Igen, sajnos ezt tapasztaltam én is számtalanszor. Hát én még sose bújok oda a lépcső mögé, mert időnként előfordul, és én lövök, és a én golyók nem mennek felé a lövődés a lépcső alól. Engem meg lelőnek, tehát... Így van. Nem kockáztatok általában. Ó, befutott a tank elé, Mongi, és le is lőték. Igen, nem spawnolnak már természetesen a hátémesek, viszont lehúztak róluk kb. 20-25 tiketet ez alatt, az egy másfél perc alatt. Durván. Nézzük Kiszát. Alfát védi, ha jól látom, igen. És Tamás fut rá még Alfára. Stillmeyer, ő Deltán van. Srácati meg természetesen a tankban. És vége is. Így van, első kör 24-0-ra. 24-0. Nagyon szoros meccsben nyerte az Iram. Nagyon jó meccs volt. Így van. Hát... Nagyon jó meccs volt. Azt hiszem. Igen, valami hasonlóra számítottam én is, igen.